A betegeket augusztus 15-től hétfőtől 16 órától várják az új ügyeleti központban Szekszárdon. Az 1754 négyzetméteres irodaházban kapott helyet a gyermekorvosi és a felnőtt orvosi ügyelet egy-egy rendelővel, továbbá szociális helységek, elkülönítő, 6 védőnői szoba, 4 védőnői tanácsadó helység egy vizsgálóval, és egy előadások megtartására alkalmas közösségi szoba, a szükséges kiszolgáló helységekkel együtt. Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság elnöke elmondta, nagy könnyebbség mindenki számára, hogy végre egy helyen található a gyermek és a felnőtt ügyelet is. Nagyon örülünk neki, hogy végre átadásra kerülhetett ez az épület. Régóta várunk rá, és úgy gondolom, hogy egy fantasztikus európai színvonalú szolgáltatást nyújtó helységet sikerül átadni, mind a gyerekellátást, mind a felnőtt orvosi ügyeletet illetően. Villányi Ildikó, az egészségügyi gondnokság vezetője úgy nyilatkozott. Ez egy régóta várt esemény a szekszárdi lakosok számára, hiszen könnyen megközelíthető, központi helyre került az intézmény. Nagy örömömre szolgált, hogy a gyerekrészleg egy nagyon gyerekbarát, színes festéssel ellátott falakkal került átadásra, ami hát talán a gyerekek, a beteg gyerekeknek a hangulatát, vagy a feszültségét a bajban kicsit talán tudja oldani. A felnőtt részleg pedig hát a klasszikus kialakítású természetesen. Annyi a plusz, hogy itt most rendelkezésre áll egy olyan fektető rész, ami alapvetően minimum feltétel is egy ilyen ellátó helyen, de eddig erre nem igazán volt ennyire komoly lehetőség. Az új ügyeleti központ nagy előnye, hogyha sürgős segítségre szorul valaki, akkor a kórház közelsége miatt csak az utca másik oldalára kell átmenni. Így mindenki időben juthat hozzá a megfelelő ellátáshoz.